Elérkeztünk nagyszabású szerepjátékos toplistánk közepéhez, ami jobbnál jobb kalandokkal van teli. Akadnak köztük klasszikus és újabb darabok, van igazi legenda, de még olyan is, amely picit jobban megosztotta a közösséget. Egy viszont közös bennük, lenyűgözték szerkesztőségünket annyira, hogy beszavazzuk őket a top 50-es listánkba. A listán lesznek olyan fejlesztő stúdiók, akikkel már találkozhatatok korábbi videóinkban, viszont ez is csak azt bizonyítja, hogy néhány csapat tényleg megkerülhetetlen tényezője lett az RPG-k műfajának. Folytassuk is a nagy rangsorolást. Kevés olyan JRPG van, mint a Final Fantasy 7, amely nem csak Japánban, hanem a nyugati piacokon is komolyan képes volt megvetni a lábát. Az évek során nagyon sok rész készült a Square franchise-ához, ettől függetlenül továbbra is az 1997-es 7. rész az egyik, hanem a legnépszerűbb darabja, amiben Claude Strife-ot irányítva ismerhetjük meg az ökoterroristák harcát egy kegyetlen nagyvállalattal szemben. A történet tele van azóta ikonikussá vált karakterekkel, jelenetekkel, így nem kell azon sem csodálkozni, hogy a Square Enix időközben úgy döntött, három felvonásban meséli el nekünk újból Claude-ék utazását. Persze ettől függetlenül érdemes még elővenni a klasszikus Final Fantasy 7-et, ami katonásan felvonultatja a JRPG-k legjobb tulajdonságait, miközben egy sajátos, alaposan felfedezhető világot, körökre osztott harcokat és nem utolsó sorban személyre szabható csapattagokat kínál. Jól mutatja a klasszikus epizód súlyát, hogy talán még azok is ismerik, akiket sosem érdekelt sem a műfaj, sem a Final Fantasy széria. A Final Fantasy 7 sok mindenben úttörőnek számított a sorozatban. Ez volt az első epizód, ami 3D-s volt, ebben mutattak elsőként vért, és még a káromkodás is szokatlanul sok volt benne. Mindemellett az egyik legdrágább videójáték is volt a maga idején, hiszen 45 millió dollárból készült, ám már 3 nap alatt 2 millió példányt adtak el belőle, így bőven megtérült a befektetés. A Fallout sorozat nagyon máshogyan kezdte meg a pályafutását, mint ahogyan mostanában ismerhetjük a szériát. Az Interplay műhelyében készült első rész egy izometrikus nézetű szerepjáték, amiben hősünkkel előmászunk a 13-as menedékből, hogy megszerezzünk egy szimpla alkatrészt, aztán nagyon hamar egy grandiózus, posztapokaliptikus kaland kerekedik az egészből. Az atomháború utáni lepusztult Egyesült Államokban járva furcsa szerzetekkel hoz össze minket a sors, akikkel megvitathatjuk a fontos témákat, ha pedig ez nem járható út, körökre osztott akciópontokkal operáló harcok során csaphatunk össze velük. A tipikus RPG elemek mellett olyan különlegességeket találni ebben a kalandban, mint a karma rendszer, ami megszabja, hogyan viszonyulnak hozzánk az NPC-k. Korához képest kifejezetten összetett szerepjáték a legelső Fallout, ami érthető módon lenyűgözte a szakmát, ráadásul a hardcore réteg mellett a témában kevésbé jártas játékosoknak is képes szórakoztató élményt nyújtani. Az Interplay eredetileg a Steve Jackson nevével fémjelzett GURPS szerepjátékos rendszert és szabályait szerette volna átvenni a játékhoz, sőt, eredetileg azt a címet szánta neki, hogy War 13 – A GURPS Post-Nuclear Adventure. Ám miután nézeteltéréseik támadtak Jacksonnal, a fejlesztők inkább megalkották a Special rendszert, a címet pedig Falloutra változtatták. A BioWare a 2000-es évek második felében azon ügyködött, hogy miként lehetne az RPG-k rendszerét látványosabb, akciódúsabb és a konzolos közönség számára is kezelhető játékokba átültetni. Ennek lett eredménye a Mass Effect és a Dragon Age sorozat, na meg a 2005-ös Jade Empire is, amit ugyan a kritikusok szerettek, mégsem lett akkora közönség kedvenc, mint a stúdió többi játéka. Ennek több oka is volt. Egyrészt egy új IP-t indított útjára a Kung Fu RPG, másrészt a kínai mitológiák által megihletett fantáziavilágba repítette el a játékosokat, ami akkoriban jóval szokatlanabbnak számított, mint manapság, harmadrészt pedig sokáig Xbox exkluzív volt, tehát csak a Microsoft első konzoljá lehetett hozzájutni. Mindezek ellenére mégis lett egy máig lelkes rajongótábora a játéknak, mert a keleti harcművészetek világát ügyesen hozzáillesztette a BioWare-től megszokott szerepjátékos megoldásokhoz. Változatos játékstílusokat alakíthattunk ki benne, érdekesre megírt karakterek szegődtek mellénk, a küldetések történetét pedig jelentős mértékben befolyásolták a döntéseink. A Jade Empire az a játék, amiből nagyon szívesen látnánk egy remake-et, mert habár bizonyos elemei a mai napig szórakoztatók, a grafikájára és a harcrendszerére ráférne egy komolyabb ráncfelvarrás. Ennek ellenére itt a helye a listánkon.
A Jade Empire az első olyan játéka volt a BioWare-nek, ami nem egy meglévő franchise-ra épült, éppen ezért rengeteg munkába telt elkészíteni. Hogy autentikus legyen az élmény, még egy fiktív 2500 szavas ázsiai nyelvet is megalkottak hozzá az Alberta Egyetem segítségével, a Tofant, ezen a nyelven kommunikálnak a játék karakterei. Az első Baldur's Gate után nem sokkal később megjelent folytatása természetesen szintén bejutott a top listánkba, ráadásul nem érdemtelenül, mert elődjéhez hasonlóan nagyon ütős lett. A BioWare ügyesen építkezett az első részben lefektetett alapokra, majdnem minden téren fejlesztették a játékmenetet, sőt, nem pusztán saját ötletek alapján tették mindezt, hanem figyelembe vették a rajongók visszajelzéseit is. A kemény munkának meglett az eredménye. A Baldur's Gate 2 Shadows of M nem csak műfaján belül örvendel képesztő népszerűségnek, hanem általánosságban is az egyik legkiemelkedőbb videójátékként tekinthetünk rá. Játékmenetét tekintve nagyon hasonló, mint a legelső rész, vagyis főhősünk mellett egy egész csapat ott menedzselhetünk, miközben bejárjuk a Dungeons & Dragons univerzumának ismert helyeit, érdekes figurákkal ismerkedünk meg, és nem utolsó sorban profintálalt fantasy környezetben teljesítünk küldetéseket. Érthető, hogy mindez bejött az RPG rajongóknak az ezredforduló táján. Sőt, még ma is. A BioWare-nek mindössze 18 hónapja volt, hogy elkészítse a játékot, ám a csapat igen rosszul mérte fel, hogy mennyi tartalmat szeretne beleszuszakolni a Baldur's Gate 2-be, így végül csak rengeteg túlóra árán, na meg sok-sok tervezett tartalom, így fő és mellékküldetések, románc opciók és karakterek kivágásával sikerült elkészülniük a premierre. Yoko Taro azon kevés videójátékos rendezők közé tartozik, akik kéznyomát könnyen fel lehet ismerni alkotásain, így a Nier Automatát is inkább szokatlanul sikeres művészjátéknak lehet nevezni, semmint hagyományos blockbusternek. Mi már csak emiatt is nagy becsben tartjuk, hiszen ritkák a konvenciókkal ilyen mértékben szakító AAA játékok, ráadásul a Nier Automata önmagában nézve is rendkívül hatásos. A Platinum Games-től megszoktuk a kiváló hack and slash harcrendszereket, úgyhogy nem ez teszi különlegesé az automatát, hanem az, ahogyan a művészeti dizájn, a játékmenet és a történet összefornak benne Yoko Taro víziójává. Alapvetően egy hátulnézetes akciójátékról van szó, de úgy váltakoznak benne egyik pillanatról a másikra a játékműfajok, hogy az közben mégis tökéletesen kiszolgálja a cselekményt. A pályák kopár sivárságnak érződnek, ennek ellenére változatosak és erősen megtámogatják a játék sajátos atmoszféráját. A történetén pedig legalább 5-ször végig kell menni, hogy teljesen megértsük, de ez nem annyira kényszer megoldás, mint inkább szándékos alkotói döntés. A Nier Automata egy különc játék, ami szokatlan eszközökkel filozofál a létezés értelmén, és amelyhez hasonló akció RPG nem sok fog születni mostanság. A játék egyik főszereplője, 2B, alaposan megmozgatta a játékosok fantáziáját a pornográf rajongói alkotások terén, ami meglehetősen zavarta Yoko Tarót, ugyanis annyi ilyen született, hogy nem tudott lépést tartani velük, ezért Twitteren kérte a rajongókat, hogy a legjobb alkotásokat egyetlen zip-fájlba csomagolva hetente küldjék el neki, amit meg is tettek a rajongók. A német székhelyű Piranha Bytes több kultikus szerepjátékot is letett már az asztalra. Az egyik közülük kétségtelenül a Gothic 2, ami egyrészt folytatja az első rész cselekményét, másrészt olyan újításokat vezetett be, amelyek majdnem minden szempontból jobbá tették annak játékmenetét. A névtelen hős visszatér a bányavölgyből, hogy bevegye Koronis városát és környékét, továbbá megküzdjön az azt benépesítő rosszarcúakkal, meg persze később a nyomába eredő természetfeletti lényekkel. Korához képest a Gothic 2 kifejezetten ambiciózus szerepjáték, ami ugyan nem lett világszerte hihetetlenül ismert, viszont nálunk és a környező országokban egyértelműen kultikus darabán nőtte ki magát. Könnyen érthető története, tartalmas és színes nyitott világa, illetve érdekes játékmechanikái mellett még az sem igazán vette el a rajongók kedvét a kalandozástól, hogy amúgy bugokból sem volt hiány benne. Az viszont még mai szemmel is érthető, hogy a grafikája miért ütött akkorát az ezredfordulót követő években. Bár a Gothic 2 komoly anyagi siker lett a Piranha Bytes számára, hiszen 2007-ig 400 ezer darabot adtak el belőle, jobb eredményt is elérhetett volna. Például úgy, hogy az amerikai forgalmazást intéző Atari elárulja a fejlesztőknek, hogy pontosan mikor dobja majd piacra a játékot a tengeren túlon. Mivel ez nem történt meg, így a Piranha Bytes nem is tudott rásegíteni az amerikai megjelenés sikerére. Mikor a Demon's Souls megjelent 2009-ben, nem sokan számítottak arra, hogy egy ennyire kíméletlen játék ilyen nagy sikert arathat, illetőleg, hogy később egy egész zsáner nőhet ki belőle, vagy hogy a From Software alkotásának remake-je 2020 egyik legjobb címeként vonul be a játéktörténelembe.
Utólag könnyű okosnak lenni, de igazából annyi történt, hogy a mainstream játékok túlságosan kényelmessé váltak, a közönség jelentős része pedig vágyott az olyan szintű kihívásokra, melyek inkább a 80-as években voltak jellemzők. Persze a sikerhez az sem ártott, hogy Miyazaki Hidetaka egy zseniális játékot rakott le az asztalra. A Demon's Souls félelmetes szörnyeivel és démonjaival együtt is egy magával ragadó, változatos és folytogatóan erős atmoszférával megáldott világba kalauzol el minket, ahol igazi hősnek érezheti magát bárki, akinek megvan ehhez a szükséges kitartása és bátorsága. Érdekes, hogy habár a szellemi örökösei valamelyest finomítottak a játék híresen kíméletlen megoldásain, a Demon's Souls dizájnja még ma is megállja a helyét, amire a 2020-as feldolgozás a lehető legjobb bizonyíték. Feljavított grafikájával, fantasztikus új zenéjével és hanghatásaival, valamint apró kényelmi változtatásaival a remake a játékosok új generációinak is megmutatta, hogy már az eredeti Demon's Souls-ban is félelmetesen jól működött az a koncepció, amit ma Souls-like-nak neveznek. A Demon's Souls 2009-es megjelenés előtt a Sony elérhetővé tette egy demót a játékból a Tokyo Game Show-n, ami borzasztó visszajelzéseket kapott. Még a Sony akkori elnöke Yoshida Suhei is hihetetlenül rossz játéknak tartotta, mert a kezdő területről sem tudott tovább jutni. Mivel az eladások nem alakultak jól Japánban, és a sajtó sem szerette a Demon's Souls-t, így a Sony lemondott a nyugati forgalmazás jogáról. Amit később nagyon megbánt, ugyanis váratlan sikert aratott a világ másik felén a játék. A PS5-ös remake esetében természetesen a Sony már készséggel vállalta a kiadói feladatokat. Rögvest visszatérünk a német játékiparhoz, ugyanis a Piranha Bytes első nagy játéka, a Gothic ugyancsak felkerült a toplistánkra, méghozzá teljesen jogosan. Nem annyira csiszolt, mint utódja, talán kevesebben is élvezték a névtelen hős legelső kalandját, ám ettől függetlenül a Gothic nagyon fontos darab volt a maga korában. A játék egy sötét hangulatú, tartalommal alaposan megtöltött nyitott világban engedi el a kezünket, hogy aztán hősünket irányítva majdnem azt csináljunk, amit csak szeretnénk. Egyértelműen az élmény részét képezi az, hogy már rögtön a mese elején elindulhatunk szinte bármerre, csak nyilván hamar fűbe fogunk harapni, ha megfelelő páncél és fegyver nélkül keveredünk be a durvább ellenségek közé. Sem az első, sem pedig a második Gothic alapvetően nem a mély dialógusairól és nagyon látványos jeleneteiről volt híres, mégis olyasmit nyújtott az akciószerepjátékok kedvelőinek, amiből nagyon sokat tanulhattak az RPG-k fejlesztői az elkövetkezendő években. Az In Extremo német középkori rockot játszó zenekar bekerült a játékba. A harmadik fejezetben a régi tábor színpadán láthatjuk őket a játékban, ahogy elnyomják a Hermanelig című nótájukat. A Black Eye nevét nem csak a Fallout játékok miatt ismerhetik az RPG kedvelők, mivel a csapat a 90-es évek végén elhozott egy olyan kalandot, amely minden kétséget kizáróan kultikus darabá vált az évek során. A Planescape Torment ugyanúgy egy Dungeons & Dragons játék, mint a Baldur's Gate 2, csak éppen a fantasy univerzum másik settingje adja az alapját, és ugyanúgy egy névtelen hős a főszereplője, mint a Gothic játékoknak. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy halhatatlan fickóról van szó, aki egy tágas multiverzumban kalandozik, ami dugig van furcsa lényekkel, szürreális világokkal, ezekből kifolyólag pedig temérdek izgalmas látnivalóval. Mivel egy hagyományos CRPG-ről beszélünk, sok esetben simán elkerülhetjük a harcokat benne, ha ügyesen bánunk a szavakkal, és pont ez a fajta kreatív játékmenet az, ami kiemeli a tömegből a Planescape-et. Meglepően mély, döntéseinkkel számos irányba elkormányozható történetével és gazdagon felépített világával viszonylag hamar a legjobb szerepjátékok közé emelték a Black Isle alkotását. A játék szövegkönyve nagyjából 800 ezer szót tartalmazott, ami még ma is vaskosnak számítana, nemhogy a 90-es évek végén. A fejlesztők utólag kicsit megbánták, hogy ekkora hangsúlyt fektettek a dialógusokra, de akkor egy olyan játékot akartak megalkotni, ami nem kiszámítható, és sokkal több lehetőséget ad a felhasználók kezébe a döntések kapcsán. Nem klasszikus BioWare játék, sokak szerint valószínűleg meg sem közelíti az Origin szintjét, mi mégis beszavaztuk listánk egyik egészen előkelő helyére a Dragon Age Inquisition-t. Ha valaki nem vette jó néven azt, hogy a második rész több ponton eltávolodott az első játékban lefektetett alapoktól, akkor az gyaníthatóan annak sem örült, hogy a 2014-es rész bizonyos téren még lazább élményt kínál, és néha már olyanok a küldetései, mint egy MMORPG-nek. Azonban nem véletlen, hogy a harmadik Dragon Age itt van a listánkon, ahogy az sem, hogy ez lett az évjáték a legelső The Game Awards gálán.
Kifejezetten sok pozitívummal bír ugyanis az Inquisition, ami játékmenetét tekintve sikeresen ültette át az Origins és a második rész kedvelt elemeit, közben meg egy olyan sztorit sző köréjük, amiben bőven szerepelnek szerethető karakterek és valódi tétekkel operáló missziók. A történet egészen ambiciózus, sokan remekül megkomponált filmszerű jelenet, döntéseink pedig ebben a kalandban is sokat nyomnak alatba, ráadásul a taktikus harcokat sem kell hiányolnunk. Annak ellenére tehát, hogy nem ez a világ legmélyebb szerepjátéka, műfaján belül kétségtelenül kiemelkedő helyet foglal el, és az sem utolsó szempont, hogy az RPG veteránok mellett az újoncok számára is könnyen befogadható élményt nyújt. A BioWare több munkatársa bevallotta, hogy nem bánta volna, ha az Inquisition megbukik, ugyanis ennek a játéknak a sikere vezetett a stúdió hanyatlásához. Kiadójuk, az EA az Inquisition sikerét látva ugyanis elhitte, hogy a BioWare rövid idő alatt képes kimagasló játékokat összerakni, és ha végül rengeteg túlórával is, de működésbe lép a BioWare mágia, és egy remek cím készül el a megadott határidőre. Sajnos az Anthem és a Mass Effect Andromeda bukása fényesen bizonyítja ennek az ellenkezőjét. Ez volt hát a szerepjátékos toplistánk harmadik felvonása, így már vészesen közel kerültünk a szerintünk legjobb RPG-khez. A jövő héten érkezünk a folytatással, addig is jöhetnek a ti listáitok a kommentek között. Sziasztok!